Most pedig egy programajánlóval folytatjuk, ugyanis idén ősszel először rendezik meg a Fügefesztet a Balaton partján. A fesztivál a zamatos füge mellett a régió kulturális és gasztronómiai fejlődését is megmutatja. A Fügefest megálmodójával, Vince Péter Sésszel beszélgetünk. Szia, köszönjük, hogy eljöttél hozzá. Sziasztok, én köszönöm a lehetőséget. Idén rendezitek meg először a Balaton közvetlen partján a Fügefesztivált, de mégis mi adta az ötletet erre? Ez már egy régóta dédelgetett álmod volt. Igen, maga egy gasztronóm és kulturális eseményt, fesztivált vagy rendezvényt létrehozni, úgy éreztem, hogy egy hiánytermék nálunk ott az északi part azon csücskében, és ezért döntöttünk amellett, hogy az őszi szezon kellős közepén rendezünk egy ilyen kulturális és gasztronómiai fesztivált, aminek a tematikáját a füge adja. Egyrészt nem volt még ilyen, ez egy nagyon fontos része volt az útkeresésnek, hogy mi az, ami még nem volt és nincs elhasználva. Illetőleg egy olyan alapanyagról beszélünk, amit rengetegszer használunk, akár otthon a kertben, akár konyhában, séfek vagy akár italok mellé, viszont mégsem volt téradva neki eddig a pillanatig, reméljük, és innentől pedig csak felfelé tudunk menni ebben a dologban. Én imádom a fügét, bármennyit meg szeretem. Tudnék belőle enni, tényleg tonna számra, de eszembe se jutott még az, hogy valamit mondjuk készítsek is belőle. Maximum ugye lekvárt főztek a barátaim belőle, de hogy ez nem jutott el odáig, hiszen mindig megettem. Mi mindent lehet belőle készíteni, vagy vele készíteni? Nagyon széles a spektrum, és ahogy mondtad, ugye a fügéről általában egy édes dolog jut eszünkbe, hiszen maga a gyümölcs is, amikor beérett, akkor az egy édes gyümölcs. Viszont nagyon sok és nagyon széles skálán tudunk vele mozogni. Tudjuk ezt csatniként adni, például húsokhoz, sajtokhoz. Tudjuk ezt csak úgy önmagába grillezni, hiszen amikor megvan érve a cukor, ugye beszéltünk róla, hogy édes, csak úgy simán beletesszük egy forró serpenyőbe, és saját magát megkaramellizálja kívülről. Tudjuk fermentálni, tudjuk savanyítani, tudjuk szárítani, tudjuk, nagyon furcsa azt, amit mondjuk, de tudjuk rántani a fügét, tudunk belőle nagyjából bármit csinálni. Mindent ki lehet rántani. Így nem, magyarok vagyunk, úgyhogy nincs olyan, amit nem lehetne, de hogy tényleg majdnem, hogy bármit meg tudunk csinálni fügével, édeskeserű, sós, mindennek jól áll, gondoljunk csak mondjuk egy tejszínes kacsamájra, ami előételként funkcionál, mert egy grillezett füge, ugye nagyon sokan körtével adják ezt, miért ne lehetne fügével, vagy miért ne lehetne bármi mellé oda tenni, úgyhogy én azt gondolom, hogy látva a séfeknek a kreativitását, akik részt vesznek velünk, nagyon érdekes, nagyon szuper dolgokat fognak belőle kihozni. Én imádom a Balaton északi partját, Balaton felvidéket, a Káli-medencét, és ugyebár itt zajlik majd a fesztivál Badacsonyban. Egyébként milyen értékeket szeretnél kiemelni a Balatonnal kapcsolatban, vagy akár a gasztronómiájával, kultúrájával kapcsolatban? Nagyon fontos az szerintem badacsonyi srácként, hogy a Balaton nem csak nyáron célpont, nem csak augusztusban Balaton a Balaton, hanem mindig én ősszel születtem, így az őszi Balaton a szívem csücske. Szerintem a legszebb egyébként. Így van, egyrészt, és én azt gondolom, és hiszek is abban, hogy a Balaton 12 hónapos destináció, hiszek abban, hogy a legszebb arcát ilyenkor mutatja, meg csak nem sokan látták még, mert ugye jó kérdés, hogy akkor most jöjjön a vendég, és legyen valami nyitva, vagy legyen valami nyitva, és jöjjön a vendég. És én nem szeretem azt, hogyha csak ülünk és nézzünk előre, hogy miért nem történik valami, hanem csináljunk valamit, aztán majd történik valami velünk. Úgyhogy mindenképpen minden oldalát, tehát nagyon fontos nekem az, hogy minőségi eseményt tudjunk lerakni az asztalra, nagyon fontos az, hogy sokrétű legyen, ne csak egy valamiről szóljon, tehát nem egy klasszikus gesztenye vagy tök fesztivált álmodtunk meg, ahol tonna számra lehet tenni a sült gesztenyét meg a sütőtököt, hanem inkább a füge az, mint gasztronómiai alapanyag fog megjelenni valamilyen elkészített formában, és ugye, ahogy említetted, vagy említettétek, a kultúra is, és hogy mondtátok, hogy helyi, és valóban helyi, hiszen ugye Tóth Vera érkezik hozzánk a Budapest Jazz Orchestrával, és ugye Vera Tapolcai, úgyhogy nagyon fontos volt, hogy egy olyan löketet vagy kezdést adjunk ennek a fesztiválnak zeneileg is, ami kötődik hozzánk, illetőleg lesz egy balatoni festőworkshop közvetlenül Balatonparton Szalai Krisztián barátunk vezetésével. De a séfeket is megszólítjátok, nekik is kurzust, workshopot fogtok tartani, vagy őket hogyan vonjátok vagy be? Vagy egymástól inspirálódhatnak. Igen, ugye egy ilyen rendezvény azért nem feltétlenül mindig csak és kizárólag a munkáról szól, mint mondjuk egy étteremnek a konyháján, hanem ilyenkor a séfek is tudnak egymással beszélgetni, a séfek tudnak a borászokkal beszélgetni, születnek ebből nagyon jó kooperációk. A workshopot azt mi szeretnénk a vendégeknek tartani, füge témában, illetőleg füge és desszert témában.
témában. Ugye az év balatoni fagylaltja, mert hogy van ilyen nálunk. Ez is egy vörös-boros diós fügés fagyi lett Balatongyörökön, és györöki fügét használtak hozzá, úgyhogy ezt szeretnénk bemutatni, illetőleg olyan bombonokat vagy desszerteket fognak készíteni a cukrászséfek a színpadon, amit meg is lehet majd kóstolni, illetőleg inspirálódni bele. Lehet, hogy nem éhesen kellett volna ezt az interjút készíteni. Akkor tehát október 12-én és 13-án Fügefest. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Nagyon köszönöm.